Az internetes csalók igencsak lehangoló világából lépjünk most a való világunk ígéretes tehetségeinek inspiráló környezetébe. Idéni már 20. alkalommal szervezték meg a Rotary Jótékonysági Bált a Marosvásárhelyi Rotary Téka és a Rotarak Téka klubok. A bál fővédnökei ifjú Csíki Boldizsár zongoraművész és neje Csíki Juana voltak, a bálon összegyűjtött adományokat pedig ösztöndíjak és egyéb díjak formájában a Művészeti Kollégium zene és képzőművész hallgató, illetve a Târgu Mureș Marosvásárhely Piano Competition verseny tehetséges fiatal zenészeinek támogatására szánták a szervezők. Ma beszélgetni fogunk a jótékonysági bál szervezőivel, de megismerjük a zenei és a képzőművészeti kategóriában díjazott fiatalokat is. Lássuk előbb a tehetséges képzőművészeket. A Rotary Téka kiválósági díj így a művészetisek körében már egy nagy presztízs, hisz aki ezt megkapja, mindenféleképpen azt a visszajelzést is megkapja ezzel, hogy a legjobb, és erre azért úgy várnak, kíváncsiak, hogy végül is egy ilyen kívülálló zsűri ezt hogyan értékelni. Szentes Barbara az, aki az idén az első díjat megkapta. Barbira volt jellemző az, hogy olyan nyelvezetet talált meg már pici 9-es kora óta, ami nagyon sajátos volt, ami olyan igazán különlegessé tette, és megvolt benne az a plusz, ami még ebben a nagyon jó társaságban is őt azért úgy kimagaslóvá tette. Amikor én alkotok, az leginkább a festésben teljesedik ki. Nekem azt jelenti, hogy elengedem azt, ami nem sikerült, azt, ami nekem rosszat okozott, vagy negatívan érintett, és ez mutatja az is, hogy a legtöbb, legsikeresebb festményeim azok voltak, amikor a legmélyebben voltam. Vég Adrienné lett a külön díj. Ő az a fegyelmezett diák, akivel nagyon könnyű együtt dolgozni, hihetetlen jó reagál a korrektúrákra. Érzékenység jellemzi, nagyon-nagyon rafinált színskála, konstans módon a 4 év alatt úgy tudtunk együtt dolgozni, hogy azért mindig hozta azt a szintet, ami... Tehát ő benne úgy meg tud nagyon bízni az ember. Általában, amikor festek, akkor leginkább az érzelmeimet szeretném kifejezni a munkáimmal. Én amúgy nagyon boldog személyiség vagyok legtöbbször, úgyhogy inkább a boldogság, meg az ilyen intenzívebb megmozdulások. A második díjazott az Miklós Izabella lett, hihetetlen szorgalmas, neki is van egy sajátos nyelvezete, ő egy picit dekoratívabban közelíti meg a dolgokat, kevésbé festő ilyen, de nagyon szeret problematizálni, nagyon szeret analitikusan lebontani részleteket. Színekben viszont nagyon rafinált, pasztel színekben fogalmaz, mindig minőségi színekben fogalmazza meg a gondolatait. Igazából, amikor alkotok, akkor megpróbálok elszakadni a külvilágtól, sokszor a gondolataimtól is, mert nap mint nap a gondolataim átveszik felettem az uralmat, és ezért, amikor alkotok, akkor általában zenét hallgatok, vagy csendben ülök, és megpróbálok csak ráfigyelni, és csak az alkotásra, és így kiürítem a fejemet. Az én álmom az, hogy megtaláljam a saját hangomat a festészetterén, és hogy megkapjam azokat a témákat, amik engem érdekelnek, és hogy minél több dolgot ki tudjak próbálni, és meg tudjam mutatni magamat a festményeim által a későbbiekben.
A negyedik diák, ő dicséretben részesül, Erdély Borokának hívják, ő egy ilyen ösztönösebb alkotó, nagyon-nagyon festői, ő is egy nagyon erős egyéniség, ő is nagyon tudja, hogy mit akar. Tehát ő az az ösztönös alkotó, aki után inkább én voltam az, aki próbáltam megérteni, ráhangolódni, és azon belül a korrektúrákat meghozni. Hát az alkotás számomra egy menedék, egy otthon, egy olyan dolog, amit ismerek, és amiben úgymond menekülhetek, amikor szomorú vagyok, és amikor tényleg tudom, hogy igen, ez én vagyok, én könyvillusztrátor szeretnék lenni. Nagyon szeretnék gyerekkönyveket illusztrálni, aranyos kismalókat, meg tündéreket rajzolni. Szeretettel köszöntöm műsorunkban Borka Balázs Attilát, a Rotary Téka Klub elnökét, és Kovács Róbert Zoltánt, a Rotary Téka Klub elnökét, a Jótékonysági Bál két főszervezőjét. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Jó estét kívánok, köszönjük a meghívást. Minden évben újabb célt tűz ki maga elé, ugye a Rotary és a Rotary Téka Klub a Jótékonysági Bál támogatásával kapcsolatban, tehát ezzel kapcsolatban, hogy kiket is választotok ki, hogy kiket támogattok. Idén a művészeket támogattátok. Miért? Nem csak az idén, ez tulajdonképpen egy hosszú időre visszanyúló történet. Mondanám azt, hogy 1905-re, amikor a Rotary mozgalom elindult, hiszen akkor már az alapítók 6 olyan területet fogalmaztak meg, amit támogatni, kiemelten támogatni szeretnének, és ezek között szerepel a kultúra és oktatás területe is. Akkor csak a hangsúly változik? Nem feltétlenül, hiszen akkor mondanám azt is, hogy 20 éve megalakult a Rotary Téka klubunk, és már a kezdetektől kiemelten támogattuk úgy a művészetet, mind az irodalmat, mind a tudás alapú technológiát és oktatást, és gyakorlatilag ez adta azt a jelképünk a bagó és a könyv is, és ez egy direkt utalás arra, hogy melyek azok a fókuszterületek, amiket a Rotary Téka Klub támogat. 15 éve támogatjuk, indítottuk el ezt a mozgalmat, ha lehet így mondani, és most már hagyományá vált az, hogy minden évben versenyt szervezünk művészeti hallgatóknak, zene és képzőművészet terén, de ezek mellett mindig valami más egyebet is beemelünk a program és a támogatási sorozatba. Tavaly például a Nemzeti Színháznak 4 növendékszínészét küldtük ki egy berlini workshopra, vagy támogattuk a kiszállásukat. Hogyan egészíti ki a Rotary Téka Klub, a Rotary Téka Klubnak a tevékenységét? Hogyan dolgoztok együtt? Milyen az együttműködés? Hogy kell ezt elképzelni? Ezt mindenképp meg kell említeni, hogy illetve meg kell köszönnünk az idéni vezetőségének, a Rotary Tékának, illetve az elnök úrnak, hogy minket is társszervezőként beavatott ebbe az eseménybe. Ez az első év, amikor úgymond premierben mi is társszervezők vagyunk. Idén főként az arculatban, illetve a marketingben segítettünk be a bálszervezésbe, illetve számos önkéntesünk segített a személyek fogadásában, illetve a tombola megszervezésében. Úgy gondolom, hogy a jövőre nézve talán más karitatív célokat is tudunk bevezetni a bálba. Ösztöndíjak és egyéb díjak formájában támogatják ugye a Művészeti Kollégium zene és képzőművész hallgatóit. Mit érdemes ezekről tudnunk? Tehát ilyen információk, hogy meddig szólnak a támogatások, mit jelentenek az egyéb díjak tulajdonképpen? Ezek zömében egyszeri támogatás, tehát ösztöndíj formájában, egyszeri anyagi támogatás formájában valósul meg, ami lehetőséget ad a diáknak, vagy arra, hogy egyszerűen elszórakozza, vagy pedig visszafordítsa olyan jellegű szakmájába vágó területre, táborra,
ahol a tehetségét fejlesztheti és tudását gyarapíthatja. Akkor ez rá van bízva. Igen. Hogyan választják ki a díjazottakat most a képzőművészet, illetve a zene területén? Hogyan történt? Ugye ezeket a diákokat tanárok irányítják, akik a képzésnek is és az oktatásnak alappillérei, és ők adják az alapképzést. Úgy szoktuk csinálni, illetve most már ez egy bevett modus operandi, hogy egy előválogatás történik házon belül, és akkor egy külső zsűri, vagy tanárokból és külsős meghívottakból álló zsűri bírálja el ezeket a munkákat. Az idén talán azt mondhatjuk el, hogy első alkalom volt, amikor egy művészeti liceumban végzett, vagy szakkollégiumban, most nem tudom, hogy hívják az intézményt, végzett Olaszországban élő képzőművész került be a zsűribe, illetve felkérésünkre Csiki Boldizsár, ifjabbik Csiki Boldizsár volt az, aki a zenis, illetve a zenész hallgatók zsűriében képviseltetett külsős szemléletet. Mennyire tudják és követik soron a pályafutását a művészeknek, hogy mit is jelentett számukra ez a támogatás? Sajnos ilyen klasszikus értelemben vett tehetséggondozás nem áll módunkban egyelőre vinni. Önmagában azt szeretnénk, hogy ezek a gyerekek olyan helyzetbe kerüljenek, hogy megmérettessék magukat, a tudásukat, kerüljenek versenyhelyzetbe, érezzék meg azt, hogy tulajdonképpen milyen az, amikor reál versenyszituációba kerülnek és megmérettetésre. Ez is a célja, illetve az, hogy de kerültek ki olyan diákok, akikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, egy nevet tudok itt mondani, aki most úgy feltűnt nekem, hogy Kentelki Gábor nevezetű diákhallgató, akit annak idején a képzőművészet terén támogattuk, ugye ő egész érdemes pályát futott be, de zenészek között is van olyan, aki... Ezek a legjobb visszajelzések, igen. Akkor visszaigazolások, hogy mennyire fontos azért, igen, a támogatás is. Ugye egy bál során jelentették be a díjazottakat. Hogyan sikerült idén növelni az adományozási kedvet, az adománygyűjtési akciónak a méretét esetleg? Így akár a Rotarakt is, hogy hogyan kapcsolódott ugye most így első alkalommal? Ez én úgy érzem, hogy idén a tombola miatt nagyon tombolával fel tudtuk buzdítani az embereket arra, hogy igenis támogassák ezt a rendezvényünket. Talán idén a tombolának az ára volt az, amit jól belőttünk, és emiatt sikerült egy nagyobb összeget behozni a házon belül. Egyébként évről évre mi a tapasztalat? Nagyobb az adományozási kedv? Kell ösztönözni, vagy ez így már annyira bejáratott a Rotarinak a tevékenysége, hogy nem különösebben kell ösztönözni az embereket? Tudják. Lehet, hogy a válaszom nem lesz szívrepesztő, vagy mindenki számára optimista, de az igazság, hogy hatalmas energiabefektetést igényel az, hogy összegyűjteni évente 150-200 olyan érdeklődő támogatót, aki hajlandó ezt a gesztust felénk és a diákok felébe, vagy irányába honorálni. Lankad a kedv, ezt főleg a járvány utáni időszakban érzékeltük, és van egy olyan jellegű, hát valószínű, hogy máshol is tapasztalható társadalmi érdektelenség, amit kőkemény munkával lehet csak leküzdeni. Hát akkor itt a következő évekre nézve meg is van a kihívás, hogy ezt akkor együttes erővel is egyre jobban teljesítsék. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig a résztvevőktől, akár így a bálról, illetve a támogatottakról, akár a bál után? Én legalábbis azt a visszajelzést kaptam, hogy nagyon jól sikerült a bálunk. Minden meghívottam, meg volt elégedve, és úgy gondolom, hogy elég szép számban el is jöttek az emberek. Hiányolták idén, nem tudom, hogy az elnök úr akart ezt megemlíteni, vagy sem, hiányolták idén a karakterisztikus licitünket, ami sajnos idén nem történt meg. Azt lehet tudni, hogy miért? Úgy alakult idén, hogy adminisztratív szempontból nem tudtuk ezt megszervezni, viszont mivel több személy is említette, hogy hiányolta ezt a
momentumot az esemény keretén belül, ezért valószínűleg jövőre ezt mindenképp vissza fogjuk iktatni. És te miket hallottál így eddig? Mi volt az, ami leginkább abszolút pozitív volt a visszajelzés. Ez, amit Robi említ, ez valós tény. Objektív okai voltak amiatt, hogy nem tudtuk az idén ezt a kikiáltásos árverést megszervezni, de úgy, ahogy mondta, ez mindenféleképpen most... Igen, friss, még az élmény. Milyen tervek vannak ugye a jövőre vonatkozóan? Akkor ez az egyik, hogy visszajön a licit, még más tervek esetleg? Az előbb említettem ifjabbik Csiki Bodizsának a nevét, és tulajdonképpen vele kapcsolatos a tervünk olyan értelemben, hogy... Ezzel a piano competition-nel kapcsolatban? Igen, ezzel a zongora versennyel kapcsolatban. Ő egy magasabb szintet képvisel nyilván a zeneiparban, ha mondhatni, bocsánat, tanár úr. Nem, tehát a zenében, a zeneművészetében, és egy más szinten gondolkodik, de pont az volt benne a motiváló, hogy a gyerekeknek egy olyan szintet mutatni meg, hogy oké, körülbelül erre kellene eljutni. Nyilván mindenkinek nem fog sikerülni, de ez az a cél, ami ahol számba vesznek Európa szinten, illetve ebbe a művészeti ágban. Ez nagyon fontos, igen. Köszönöm. Úgyhogy ez egy tovább lépés lesz mindenféleképpen nekünk is, és a gyerekeknek is. Köszönjük szépen, hogy megszervezitek évről évre, és további sok sikert kívánok a továbbiakban is, ezeknek a céloknak a végrehajtásában is. Köszönjük szépen. Illetve nézzük meg most még a zenei kategóriában díjazottakról készült összefoglalónkat is. Gratulálunk még egyszer minden résztvevőnek, szervezőnek és díjazottnak egyaránt. Az egyik célkitűzésünk az, hogy a művelődést, kultúrát támogassuk. És hogy lehet legjobban támogatni, ha nem azokra a fiatal tehetségekre gondolunk, akik a jelent, de főleg a jövőt jelképezik. A kultúra, de különösen a zene az mindenkihez szól. În care ajungi pe scenă, te pierzi de toate greutățile, tot ce s-a întâmplat, tot ce se va întâmpla. Deci când ajungi, ești tu cu colegul tău de multe ori și trebuie să cântați, transmiteți ceva frumos. Acest premiu pentru mine este o confirmare a faptului că nu muncesc degeaba. Én nagyon vizuális vagyok, és próbálom a rengeteg képi anyagot beleépíteni a zenémbe, hogy a hallgatónak könnyebb legyen elképzelni azt a tájat, vagy azt a pillanatot, amit én a hangszeremmel próbálok lefesteni neki.
színpadra állni és előadni valamit, amit minden ugye előadó egy kicsit a sajátévá tesz azzal, hogy ő játssza el. Nekem ezt jelenti az önkifejezést. Én nagyon szeretnék minél ügyesebb lenni kamarazenébe, ugye kisebb csoportba zenélni, az a kedvenc formátumom. Noi cu asta ne trezim, cu asta ne culcăm, asta facem toată ziua, practic, pentru că e meseria noastră, într-un final, și cu asta ne ocupăm mintea tot timpul și face parte chiar din noi și asta suntem până la urmă, asta oferim. Acest premiu înseamnă o încurajare, un pas înainte, o încercare de a merge mai departe. Pentru mine a fost doar o etapă care a avut o foarte mare importanță pentru mine, pentru că mi-a arătat la ce nivel am ajuns și în ce direcție trebuie să mă îndrept. Sau foarte multe concerte, mi-ar plăcea să am această conexiune întotdeauna cu publicul și să comunic foarte mult cu el, să le transmit emoția, să ajung întotdeauna emoția aceea pe care eu o am. Vreau să le transmit lor și să înțeleagă mesajul pe care vreau să-l transmit prin muzică.